Oké, 6 óra 1 perc van az atomóránk szerint, bízom benne, hogy ténylegesen ennyi van, és akkor lassan el is kezdjük, csapjunk át a hivatalos forgatókönyvbe. Remélem, hogy mindenki jól van, egyre többen nézitek az élő adásunkat, és akkor térjünk rá arra, ami miatt összejöttünk. Emelkedni, csökkenni vagy stagnálni fognak a lakására, és mindezt miből fogjuk kifizetni? Onnan fogunk indulni, hogy fogtok látni egy pár ábrát, amivel alátámasztjuk a véleményünket, és ezt követően megosztjuk a tapasztalatokat abból, hogy hogyan tudjuk ezt kifizetni, ki mire számíthat, milyen döntési alternatívák vannak, és bízunk benne, hogy mindenki okosabb lesz az előadásunk, a beszélgetésünk végén, és továbbra is várjuk a kérdéseket a chat feedben, és szerintem kezdjünk egy rövid bemutatkozással. Erika egy ilyen gyűszűhéjben, hogyha megtennéd, hogy egy kicsit bemutatkozol a közönségünknek. Sziasztok, Szabó Erika vagyok, több mint 20 éve, igen, 20 éve foglalkozom jelzálogételekkel. Jelzálogítás szakértő vagyok. Mindenképpen csak a bankmonitort keresétek, mindenre találunk megoldást. Szuper csapat van itt, egy szuper szakértői csapat van, és minden. És azt is szeretném, hogy nagyon fontos, hogy belássátok, hogy a bankmonitor nem csak egy kalkulátor, hanem sokkal többek vagyunk annál. Szerintem a Balázs erről sokat fog majd beszélni, erről is, és ha pedig egyéb szakmai vagy jelzálogítelekben bármilyen kérdés van, klikkeljetek és keresetek bennünket. Erika, rögtön mellé teszek egy kis csillagot, hogy a jelzáloghitel esetünkben lakáshitelt jelent. Ez csak így van. Félreérkítések elkerülése véget, és akkor Dóra, légy szíves, egy pár szót te is mondd magadról. Én egy 17 év banki hitelezés után kerültem a bankmonitorhoz, és hát szerintem életem végéig itt fogok dolgozni. Na, ezt még én sem tudtam, de örülök, hogy itt vagytok velem. Alapvetően egyébként tudnotok kell, hogy én szerény személyemben csak általában okoskodom, a két kollega pedig megoldásokat szállít minden érdeklődőnek, tehát én nem tudok konkrétan megoldást szállítani, de ők igen. És akkor csapjunk is bele, viszont ahogy Erika említette, talán bevezetőként annyi, hogy a bankmonitor az távolról sem csak egy kalkulátor, ugyan rengetegen pöttyögik, nyomkodják, hogy mi a legjobb banki ajánlat, de alapvetően ennél sokkal többet adunk. A bankmonitor ma már konkrét megoldásokat szállít konkrét élethelyzetekben, teljesen mindegy, hogy valaki brazil állampolgár, vagy éppen csak balettáncművész jövedelme van, mi megpróbáljuk neki megtalálni a megoldást. És akkor azt gondolom, hogy csapjunk is bele, és kezdjünk azzal, hogy feltesszük az első kérdésünket, és azt kérem, hogy most mindenki kezdjen el egy pillanat, most mindenki kezdjen el szavazni, hogy szerintetek emelkedni, csökkenni vagy stagnálni fognak a lakására. Szeretném megnézni azt, hogy ti mit gondoltok erről, utána hozzáadunk egy kis véleményt, és majd meglátjátok, hogy változik-e. Kérem, nyomjatok arra a választási lehetőségre, amire szeretnétek. Nem kell bátortalankodni, nyugodtan nyomjatok rá. Fontos a véleményetek, ez egy interaktív műsor. Akár csak kapcsoltam Rózsa Gyuri bácsival, igaz, hogy az ilyen tárcsázós betelefonálós volt, itt meg lehet igen, nyomni. Rózsa ja, Gyuri. Kapcsoltam, persze. Kapcsoltam, igen. És akkor azt hiszem, hogy ennyi idő talán elég is volt a szavazásra. Megpróbáljuk lezárni. Elég lesz szerinted? Uh-huh. Jó. Megkérdezem a technikai kollégát, sikerült lezárni? Még tart, még akkor még egy kicsit. Én nem tudom, én izgolok, te is, Dóri, hogy... Miklós, nem tudom. Van egy kis problémám, Miklós, segítesz nekünk, mert úgy nézem, hogy... Túl sokan szavaztak. Hogyan tudnám lezárni? Ez az a szavazás. Uh-huh. Oké, akkor megpróbálunk nem pánikba esni, hanem folytatni az előadást, és megosztom a képernyőt,
arra vonatkozóan, és jön az előadásunknak az első része. Nézzétek, akkor ki fog derülni, hogy mi volt a szavazásotok eredménye, de addig is nézzük meg azt a kitekintést, amit szeretnék veletek megosztani. Honnan indulunk? Európa bajnokok vagyunk ingatlan áremelkedésben. Nézzétek meg ezt a grafikont. Itt vannak az európai országok, elsősorban az Európai Unió, és teljesen mindegy, hogy melyik vonal melyik ország. A legfelső Magyarország. Mit mutat ez az ábra? Az, hogy egészen egyszerűen Európa bajnokok vagyunk, kiugrottunk a mezőnyből, mint az az úszó, akit diszkvalifikálnak, mert sípszó előtt elrajtolt. Borzasztó nagy az előnyünk. Sokkal jobban emelkedtek a magyar ingatlan árak, mint Európában bárhol. Egyébként 2015-től indult a hatalmas áremelkedés. Ez a 2015-ös áremelkedés ez összekapcsolódik ahhoz, amikor Európában is elkezdték a nagy pénznyomtatást. Következő. Akkor nézzük meg egy kicsit letisztítva, hogyha a magyarországi ingatlanárakat össze szeretném hasonlítani a régiós országokkal, a visegrádi hármakkal és az eurózóna országaikkal, ez az ábra azt mutatja, hogy 2015 eleje és 2021 vége között mennyivel nőttek az ingatlanárak. Láthatjátok, hogy az eurózónához viszonyítva négyszeresen emelkedett, inflációval kiigazítva a magyar lakását. Tehát eurózónához képest négyszerese volt a növekedésünk inflációval kiigazítva, hogyha a visegrádi országokhoz hasonlítom, ugye közel azonos fejlettségi szinten, itt pedig kétszeres az a növekedésünk. Nem csemmi, tehát lényegesen erősebb az ingatlan áremelkedésünk. Nézzük meg ugyanezt egy picit már csak Magyarországra vonatkoztatva, azt, hogy Budapest, a vidéki városi, a kék vonal és a zöld vonal a községek, melyik területen hogyan emelkedett az ár? Talán nem meglepő módon a Bordeaux vonal emelkedik a legjobban. Budapest az, ahol száguldanak az árak. Lemaradva vidék kezd felzárkózni, és a községek, hát még jobban lemaradva, de ott is már egy erőteljesebb növekedés bontakozik ki. Oké, hogyha tovább megyünk, akkor ugyanezt megnézhetitek inflációval kiigazítva. És azért itt van egy érdekesség. Tehát, hogyha jobban megnézem ezt az ábrát, azért a budapesti áremelkedés, hogyha az inflációt is figyelembe veszem, akkor már így elkezdett lassulni. A vidéki városok és a községek még száguldanak, de Budapest már lassulgat. Nem véletlen, korábban itt volt a legnagyobb növekedés. És akkor egy pillanat, mert megkaptam közben a szavazás eredményét, és akkor mindjárt mondom, 40%-otok azt gondolja, hogy stagnálni fognak az ingatlanárak Magyarországon, 37%-otok, tehát közel ugyanannyi azt gondolja, hogy emelkedni fognak, és mindösszesen a jelenlévők 1/5, 22% gondolja azt, hogy csökkenni fognak az ingatlanárak. Köszönöm szépen a véleményeteket, de én maradnék egyelőre az ábráknál, és meglátjuk, hogy milyen végeredményre jutottunk mi. Tehát körülbelül 40-40 stagnál emelkedés, és 1/5 azt gondolja, hogy csökken. És akkor ahogy látjuk még egyszer, Budapest már inflációt is, hogyha figyelembe veszem, akkor inkább stagnál, vidéki város és községek még száguldanak fölfelé, de sokkal alacsonyabb szintről. Azért ne tévesszem meg senkit, hogy ugye a községek, hogyha az inflációt is figyelembe veszem, alig vannak feljebb, mint a 2005-ös, 2006-os árszint. Tehát ott nem volt egy gigantikus áremelkedés. De száguldjunk tovább. És akkor itt bejön a képbe egy olyan történet, hogy miből veszünk lakást. Ugye a vásárló fele az hitelt is igénybe vesz. Na most, hogyha hitelt veszek igénybe, van a bankok által folyósított normál hitel, és van, a zöld vonal mutatja,
Az átlagosan megfizetett kamatszint, ez azt jelenti, ebben benne vannak a támogatott hitelek, benne van a zöld hitel, benne van a 3%-os csokhitel, benne van a nullás csokhitel, benne van a babaváró hitel, ami szintén 0%-os. Tehát gyakorlatilag az látható, hogy a támogatott hitelek miatt a lakosság által átlagosan megfizetett kamatszint, az nem ugrott meg úgy, ahogy az új lakáshiteleknek, a normál lakáshiteleknek, a nem támogatott lakáshiteleknek a kamatszintje. Na de most könyörgöm, hogyha mindenkinek meg kellene fizetni a piaci lakáshitel kamatot, akkor sokkal magasabb lenne a törlesztő. Na de nézzük meg azt, hogy hányan veszik igénybe ma a támogatott hiteleket. És bizony ez az ábra arról szól, hogy 35-40%-a a vásárlóknak valamilyen támogatott hitelt igénybe vesz. Na most őszintén, az utolsó 10 ügyfélből hány ügyfélnél volt támogatott hitel vagy támogatás? Dóra? Hát szerintem olyan 60%. 50-60. Akkor nálatok még magasabb az arány. Ez megegyezik nálad is, Erika? Igen, abszolút. Hát akkor úgy néz ki, és nyilván azért, mert szeretnének kevesebbet fizetni. Egyértelmű, igen. Hát a támogatott hitel azt jelenti, hogy alacsonyabb kamatszint. És menjünk tovább, mert lesz ennek egy tanulsága. Tehát még egyszer, 1/3, 40% igénybe vesz támogatott hitelt. A kérdés lesz, hogy nyilván ennek a jövője. De menjünk tovább. Itt most egy picit elszakadunk a finanszírozástól. Mit gondol az MNB, a Magyar Nemzeti Bank, mit gondol a jelenlegi árszintről? Hát alapvetően azt gondolja, hogy országosan az a fekete vonal 18%-kal a reális értéke felett vannak a magyar lakó ingatlan árak. Na most ez ne tévesszem meg senkit, volt korábban is sok olyan időszak, amikor ez feljebb volt a gazdaságilag indokolható szintnél, ez önmagában nem jelent azt, hogy hirtelen csökkenni fog az ár. Ez egy figyelmeztető jel, ami ugyanazt mutatja, hogy amit az európai összehasonlítás, hogy így kiugrottunk, hatalmasat ugrottunk az elmúlt időszakban, és ez azért már talán előrevetíti azt, hogy ez a lendület fékeződni fog. Oké, menjünk tovább. És akkor ugye beszéltünk arról, hogy a támogatott hitelek és a támogatásoknak nagyon-nagyon jelentős szerepe van a lakásvásárlásukban, áthelyezem magunkat a bal sarokba, jobb sarokból bal sarokba, remélem ez nem zavart meg senkit. Tehát, mi lehet a támogatások jövője, és ezt többen kérdeztétek, minden név mondom is, Ákos is kérdezte, hogy mi várható a zöld hitel kapcsán. Hát ide is el fogunk jutni. Akkor nézzük, ugye alapvetően a támogatások jövőjét az, hogy ugyanúgy maradjon meg a támogatás, támogatott hitel, vagy sőt, legyen több támogatás, emellett az szól, hogy a gazdaságot lehet ezzel támogatni, hiszen hogyha az emberek több lakást vásárolnak, többet felújítanak, akkor szépen pörög a gazdaság, szépen nő a GDP. Oké, ez van pozitív oldalon. Nézzük, mi van a támogatások jövőjét, illetően a negatív oldalon. Hát látunk ugye már az, hogy picit azért túlfűtött már a lakáspiac. Ugye eltér az indokolható szinttől. Kérdezhetitek persze, hogy az MNB ezt hogy számolja ki. Ez egy relatív komplex gazdasági modell, ami figyelembe veszi a jövedelmet, a finanszírozást, és minden egyéb tényezőt, a gazdaság fejlettségét, nagyon-nagyon sok tényezőt vesz figyelembe. Oké, ugye, hogyha indokolatlan árnövekmény, kérdés az, hogy a támogatások azok fűtötték az ingatlan piacot. Erre válaszolhatunk dióhéjban, ugyebár hogyha megjelenik egy új lehetőség, én kapok 3 millió visszanemtérítendő támogatást, kapok 2,5%-os hitelt, ez lett volna a zöld hitel, zárójelben jegyzem meg, és kapok sok mindent, amivel olcsóbban vehetek lakást, akkor mit okoz ez? Hát ugye könnyebben tudom kifizetni, de ettől nem lesz több eladó lakás. Ha én könnyebben tudom kifizetni, de nem lesz több eladó lakás, akkor ez mit jelent? Aki el akar adni, meg tudja emelni az árat. Ergo,
A támogatások befolyásolják az ingatlanpiacnak az árszintjét. Ha befolyásolja az árszintjét, akkor figyelembe kell venni, hogy behozzuk-e a következő támogatást is. Mert ugyebár, hogyha túltoljuk az árszintet, akkor az egy lakhatási válságot okozhat, azaz a fiatalok kevésbé fognak tudni ingatlant venni, és az nem egy kényelmes történet egy adott országban. Oké, azt is figyelembe kell venni, hogy van egy masszív kapacitás hiánya az építőiparban, egyébként az Európai Uniós átlag 2,5-szeresével nőttek a kivitelezési költségek az elmúlt időszakban. Jó, és a zárójelben jegyzem meg, csak hogy a támogatások és a támogatott hiteleknek az éves költségvetési terhe az nagyjából 400-500 milliárd forintra tehető. Mindebből, és akkor bocsánat, visszaugrok egyen, mert korán lapoztam, mindebből az következik egyébként megítélésünk szerint, hogy alapvetően mert hogy van egy szándék a politikában, hogy a támogatások megmaradjanak, az ország vezetésében, hogy támogatások fennmaradjanak, de vélhetően, hogyha az összes tényezőt figyelembe vesszük, akkor fennmaradnak, de valamilyen szinten átparaméterezhetődnek, azaz, vagy magasabb kamaton, vagy kevesebbek számára lesznek elérhetőek. Hangsúlyozom, ez egy sejtés, semmiféle bizonyosság nincsen, vagy 2022 végén kiderül, ez egy logikai következtetés. Viszont akkor szerintem nem tudom, hogy... És akkor hagy olvassam fel Ákos kérdését, ő azt írta, hogy várható-e a zöld hitel újraindítása? Sokan az utolsó pillanatban maradtunk le róla. Mit gondoltok a zöld? Van itt valami megfogható tényező? Hát az infláció ez itt van, és azt gondolom, hogy még azt nem rakják helyre, vagyis az MNB-nek jött egy ilyen állásfoglalás, addig szerintem a zöld hitelek kamata, vagy zöld hitelek nem fognak visszajönni szerintem a piacra, véleményem szerint. Tehát nem, jelenleg nem olyan a gazdasági környezet és a helyzet, hogy ezek szerintem visszajönnének ebben a pillanatban. Mit gondolsz benne is? Oké, tehát valóban, tehát volt egy olyan nyilatkozat az MNB-től, hogy amíg az inflációt, Nemzeti Bank mondta, amíg az inflációt nem sikerül rendbe tenni, addig nem várható a zöld hitelnek a folytatása. Na most, hogyha az inflációs környezetre nézünk, akkor sajnos ez megállapítható, hogy nem várható az, hogy holnap legyen új zöld hitelünk, sőt, hát valószínűleg az idei évben még egy emelkedő pálya lesz, és utána pedig csökkenni fog az infláció, tehát mi nem nagyon számítunk arra, hogy a zöld hitel az nagyon visszatérne borzasztóan gyorsan. Oké, ugye ez egy ábra arról, hogy hogyan változtak az Európai Unióban az építési költségek 2021-ben, és itt láthatjuk, hogy itt is Európa bajnokok vagyunk, az Európai Uniós átlag 2,5-szeresével emelkedett az építési költség 2021-ben, kicsit mint a túl lenne feszítve a hazai piacocskánk. Oké, száguldunk is tovább. Oké, az ingatlan árakra milyen tényező hat? Tehát mielőtt elmondanánk azt, hogy mégis mit gondolunk konkrétan százalékos értékben arról, hogy milyen ingatlan árváltozásra számíthatunk, azelőtt nézzük meg, hogy milyen tényezők befolyásolják. Tehát egyrészt a kivitelezési költségben nem becsülhető. Ez azt jelenti, hogy borzasztóan hektikusak az alapanyagárak, és leginkább növekednek, de az se biztos, hogy mennyi idő alatt tudom beszerezni. Míg hogyha ez ugye a kivitelezés, hogyha vevőként nézem a piacot, akkor emelkednek a kamatok, ezt is meg fogjuk nézni, hogy meddig. A támogatások jövője egyenlőre bizonytalan. Azt tudjuk, hogy lesz valami 2023-ban, de pontosan mi azt nem tudjuk. És ugye van egy negatív tényezőnk azt illetően, hogy átlag felett emelkedtek eddig Magyarországon, európai átlag felett a lakásárak. És akkor megjelent még egy nem csak éke tényező, hogy ugye ha befektető vagyok, azaz van otthon a fiókban valami miatt 30 millió forint, és jaj, most mit csináljak, mert emelkedik az infláció, akkor betegyem ingatlanba? Igen, ez eddig előfordulhatott, viszont van egy olyan alternatívája az ingatlanvásárlásnak, hogy infláció követő állampapír, és ugyebár az, mint látható, többet fog fizetni az inflációnál. Na most idén 10% az infláció, ez legalább,
1,5%-kal többet fizet ez az állampapír. Kérdés az az, hogy 11,5% fölötti áremelkedést várunk-e az ingatlantól. Ha nem, ugye ez már egy nagyon-nagyon szoros küzdelem. Tehát nem biztos. És ahogy említettem, az MNB jelezte, hogy picit túlértékelt ez a piac. És ha tovább megyünk, mi van a pozitív oldalon? Pozitív oldalon az van, hogy a növekvő anyagárak nem engedik csökkenni az újépítésű lakások árszintjét. Ez így igaz, de ez azokra vonatkozik, amik építés alatt vannak. Hát nagy kérdés, hogy el fognak-e kezdődni új építések. Pont ma reggel néztem meg a KSH adatait, hogy 2021-ben már az, aki saját maga építkezett, azok, tehát nem vásárolt új lakást, azok az építkezések, azok számosságában már érdemben csökkentek. És van itt egy téves gondolat is a pozitív oldalon, hogy infláció esetén ingatlant kell venni, hogyha nagyon-nagyon belenézünk a történelembe, akkor ez általában hiperinfláció esetén, azaz 20% feletti infláció esetén szokott igaz lenni. Úgyhogy nagyjából ennyit van, és akkor nézzük meg, bal sarokból jobb sarokba átkerülünk, és akkor nézzük meg azt, hogy mire is számítunk a kis magyar ingatlan piacunkon, konkrétan számszerűen. Tehát ugyebár 2022 első fél évében még mozgatta a piacot a tehetetlenség, és azt gondoljuk, hogy alapvetően 2022 második felében jöhet már bizonyos kiigazítás. Ez azt jelenti, hogy Budapesten lecsökkenhet a használt ingatlanok árváltozása nullára, tehát hogy nem ott stagnálnak. Vidéken, mivel sokkal alacsonyabb árszintről jövünk föl, ott még egy 0,5%-os áremelkedés a jelenlegi árszintről lehetséges, míg az újépítési ingatlanokat pedig tolják az alapanyagárak és az energiaárak. Most ez lenne 2022 második fél éve, és 2023-ra ugyancsak egy 0,5 enyhe növekedést tudunk prognosztizálni, ami alól talán halványan, hajszányival, ezért többen kiszoknak nyírni, hogy miért gondolom azt, hogy Budapesten esetleg eshet is, de könyörgöm, ez egy borzasztó kismértékű, tehát ez magánszemély mértékű, ez egy statisztikai érdekesség lesz, hogy esetleg esik-e az ingatlan 3%-kal, mert ez magánszemély oldalon érzékelhetetlen. Ez inkább egy ilyen elemzői kis érdekesség, amit ide tudok mutatni, de alapvetően összességében azt mondanám, hogy 2023 is a stagnálásról és a kismértékű emelkedésről szólna. Amit érdemes megjegyezni, hogy ez azt jelenti a mi olvasatunkban, hogy inkább az infláción keresztül fog átértékelődni az ingatlanpiac. Nem az lesz, hogy a 30 millió forintos ingatlant meg tudom venni 25-ért, hanem az, hogy lesz egy 10%-os infláció, viszont az ingatlanár nem fog 10%-kal nőni, csak 2%-kal és 3-mal. Ez ugyebár, hogyha az infláció alatt növekszik, akkor relatíve veszít az ingatlanunk az értékéből. Úgyhogy, oké. És megnézzük, ezeket a grafikonokat most szerintem kihagyjuk, egy kicsit visszahozzuk magunkat, és értekezzünk egy picit, hogy megnézem, hogy jött-e be közben kérdés. Nézzétek, itt van Ádám. Ádámnak részlegesen megválaszoltuk, hogy lakásvásárlás, mint infláció ellen védekező befektetés témája érdekes lehet. Na most Dóra, te mit gondolsz erről, hogy lakásvásárlás, mint befektetés? Tehát ez nagyon fontos, hogy befektetés. Tehát, hogyha az infláció alatt, tehát ha igazunk van a prognózisban, akkor mit gondolsz erről? Én azért azt látom, hogy minden ügyféligény más és más, tehát gyakorlatilag rengetegen, még mai napig is vásárolnak befektetési céllal lakást, és gyakorlatilag akinek erre
hitelre van szüksége ehhez, annak azt gondolom, hogy nem érdemes várnia. Nyilván egy készpénzes vásárló esetében ez másképp néz ki, de még ugyanúgy vannak befektetési célú vásárlások, tehát én még nem láttam, hogy ez olyan szinten visszaesett volna. Sőt, ha szerintem valaki abban gondolkodik, hogy tényleg azt mondja, hogy 2-3 hónapon belül szeretne lakáshitelt is felvenni az ingatlan, azok ugye vannak olyan bankok, ahol be tudják a kamatot fixálni előle, tehát van egy előbírálat, és akkor ő szépen tud várni, kap most egy kedvező kamatot ahhoz képest, mennyi várhatóan, ugye azt prognosztizáljuk, hogy felfelé mennek a kamatok, be tudja fixálni ezt a kamatát. Tehát vannak ilyen lehetőségek is bankoknál is, és szerintem, hogyha tényleg valaki eldöntötte, akkor ez abszolút jó lehetőség lehet, és ezt ki kell használni. Oké, tehát bocsánat csak, hogy akkor tisztítsuk egy kicsit a képet, te azt mondod, kamatemelkedés, ami még jönni fog, de hogyha valaki kamatemelkedésre számít, mert kell neki lakáshitel, akkor azt mondod, hogy ő jobban jár, hogyha most indul el, mint később. Ezt szerintem... 4-5 hónapig akár ráér. Jó. Kiválasztani a megfelelő ingatlant. Oké, szerintem erre vissza fogunk még térni. Nézzük meg azt azonban, hogy, és akkor hagyd mutassak nektek valamit itt a rendszerben. Én azt gondolom, hogy hopp, és azt terveztem, hogy megmutatom nektek azt, hogy melyik linken tudtok egyébként az elérhető hitelekkel kapcsolatban kalkulálni. Ez egy fontos információ. A Bankmonitor oldalon. Bármikor kattintsatok oda, egyébként, hogyha kalkuláltatok, megnézitek, hogy mi az, amit tetszik. Nagyon, egyébként, bocsánat, abban tudtok nekem segíteni, hogyha valaki lakáshitelt néz, akkor általában az, amit ő kiválaszt, az lesz neki valóban a legjobb? Általában nem. De miért nem? Tehát, csak miért nem? Mert bejön még egy másik elem, vagy miért? Hát sok olyan információ van, ami a későbbi beszélgetések során derül ki, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az első kalkulációnál ugye ő azt nézi, hogy mennyire hitelképes, és nagyon kamatérzékenyek ilyenkor az ügyfelek. De ott még ugye nem beszélünk az előtörlesztési lehetőségekről, a különböző kedvezményekről, a plusz bankmonitor kedvezményekről, vagy egyedi árazásokról. Tehát abból még sok minden nem derül ki, de jellemzően nem. Tehát én azt gondolom, hogy nem. Oké. Jó, akkor viszont hagyd mutassak nektek előrántanám a következő szavazásunkat, és kérem, szavazatok arról, hogy a jelenlévők mikor terveznek ingatlant vásárolni, ha terveznek. Mostanában, még az idén, vagy sokkal később, és akkor szeretném kérni a kollega segítségét, hogy mi rendben látszik-e a szavazásunk. Oké, úgy látom, hogy látjátok a szavazásunkat, és már jönnek is az eredmények. Egyelőre nem befolyásoljuk a választ. Amíg válaszoltok, akkor összefoglalva, amire mi számítunk szakértői oldalon az az, hogy gyakorlatilag kismértékű emelkedés lesz az ingatlan piacon, ami viszont érdemben elmarad az inflációtól. Emellett a jelenlévők hogyan is válaszolnak, én lassan megnézem, azt mondja, hogy 44, megint megosztott a szavazás. Egyrészt ugye a mostanában, ami a legforróbb, úgy ott 20% gondolja azt a jelenlévőkből, hogy mostanában szeretne, még az idén 37%, jövőre pedig 44% tervezi a vásárlást. Oké, le is állítottam a szavazást, és visszatérnénk a kis ábráinkra, és megnézzük azt, hogy matematikailag mi befolyásolja az ingatlanvásárlás időzítését. Egy pillanat, és akkor már látjátok is. Na nézzünk egy ilyen példát, hogy Budapesten, és legtöbben Budapestről nézitek ezt az élő streaminget. Budapesten ma körülbelül 40 millió forint az átlagos ingatlan vásárlás.
És hogyha azt mondom, hogy van ehhez 10 millió forintom, mint saját megtakarítás, akkor 30 millió hitel kell hozzám. Nagyságrendileg, hogyha van, ketten vagyunk férj-feleség, és mind a kettőnknek legalább megvan az átlag fizetése, tehát nem mondjuk azt, hogy 400 ezer forint nettót fel tudunk mutatni, akkor körülbelül olyan 6,4%-os kamatot még ma is elérhetünk, és akkor jó, innen indulunk, de ugye mit kell figyelembe venni? Mi van akkor, ha csökken a lakásár, de emelkedik a kamatár? Hogy fogunk ebből kijönni? Mondjuk azt, hogy azt gondoljuk, hogy 3%-kal esik a lakásár, de 2%-kal emelkedik a kamat. Ebből mi pozitívan jövünk ki, vagy negatívan jövünk ki? És nézzük meg az eredményét. Ezen a felálláson mi összességében 5 millió forintot fogunk bukni. Azaz a kamat emelkedés által a banknak megtörténő többletkifizetés, az masszívan felemészti, azaz sokkal nagyobb, mint a lakásár csökkenésen megnyerhető nyereség. Összességében tehát, aki hitellel szeretne lakást venni egy emelkedő kamat környezetben, annak nincs értelme kívánni. Most mi van akkor, hogyha nincs is lakásár csökkenés? Azt mondják, hogy stagnálnak, ugye? Csomóan azt mondta. Igen. Nagy részt azt mondta, hogy stagnál. Én nagy részletek arra gondol, hogy stagnál. Na most akkor nézzük meg, hogy 40 milliós ingatlant vásárolunk, stagnáló lakásár mellett 2%-kal nő a hitelkamat, az nekünk az össz visszafizetést 9 millió forinttal fogja megemelni. Ergo ebben nem kell, látjátok, magáért beszél, a kamatemelkedés borzasztó nagy mértékben hat. Viszont, bocsánat, kikapom magunkat, én nagyra, és akkor azt mondom, kérlek, válaszoljátok meg azt, talán Szilvia kérdezi, hogy mennyi ideig érvényes egy hitelajánlat? Mert beszéltünk arról, hogy eltérnek. Erika, mennyi ideig érvényes egy hitelajánlat? Csak technikailag arra kérlek, hogy egy picit legyél hangosabb. Jó. Attól függ, hogy melyik banknál van egyébként. Tehát ez bankonként változó? Igen, bankonként változó, abszolút. Nem, erre én azt gondolom, bocsánat, hogy a kérdés szerintem arra irányul, hogy amit ő kalkulál mondjuk a bankmonitor oldalán, igen, és mondjuk sorba vannak rakva a bankok kamatok, igen, szerint, azokat az ajánlatokat, azok meddig érvényesek? Több ilyen kérdéssel találkoztam én mostanában az ügyfeleknél. Igen, nem mindegy, hogy mi igen. Gyakorlatilag erre nagyon egyszerű a válasz. A standard kamatok addig érvényesek, amíg a bank a hirdetményében ezt teszi közzé. Tehát, hogyha a bank kamatot változtat, amit nem minden esetben jeleznek előre, akkor gyakorlatilag mi a kalkulátorunkban azt frissítjük, és másnap kamat. Derültékből villámcsapásként kamatot emel a bank? Ezt el tudod képzelni? Van ilyen? Csak ez van. Most az utóbbi két hónapban igaz, kellemetlen, és az ember kiküldi az ajánlatot, és három napon már nem az van, és akkor kezdjük újból előre. Jó, csak provokatív kérdés akart lenni, mert látom, hogy süt a nap kint még, és akkor egy ilyet tudom, de tud emelkedni a kamat. Jó, Erika, te ehhez van esetleg kiegészítésed? De nézd, milyen kérhető előbírálat akkor, ha még nem adtuk el a lakásunkat. Tehát ugye van egy lakásunk, szeretnénk egy nagyobbat mondjuk, és még nem adta el, kicsiben látom a nevet, Lilla kérdezi, tehát hogy mit gondolsz, tehát hogy akkor érdemes elindulni? Tehát nézzük abszolút meg azt, hogy mennyire, igen, vagyunk hitelképesek? Persze, nézzük meg, és akkor tudjuk, hogy meddig tudunk nyújtózkodni. Abszolút. De várjál, hogyan működik egy ilyen hitelbírálat? Hát, előzetes hitelbírálat. Előzetesen igazából majdnem mindent be kell adni hozzá, ugye az adásvételi szerződésen kívül. Jövedelmeket, bankszámlakivonatokat, tehát kompletten olyan majdnem, mint egy kölcsönigénylés, kivéve az adásvételi szerződést. Megnézzük az ügyfelet, hogy a jövedelmek alapján mennyire hitelképes, és ezt leírja neki a bank, hogy ennyi és ekkora hitelösszegig, ilyen futamidővel ekkora összegű hitelt kaphat. Viszont te, Dóra, ajánlod ezt az előminősítést, hogy biztosra tudjon menni az érdeklődő? Tehát hogyan gondolkozol erre? Vannak speciális esetek, amikor kérjük az ügyfelet, hogy csináljunk előminősítést. Ez lehet mondjuk jövedelem probléma miatt, amikor nagyon ki van centízve egy bizonyos hitelösszeg, az indokol egy előminősítést. Indokol egy előminősítést az,
hogy még nem adt el a régi ingatlant, de már kinézte az újat, hitelképes vagyok-e. Persze, bankmonitor előminősíti az ügyfelet, de ha a bank ezt leírja, aláírja és kap egy hivatalos igazolást, az azért megnyugtatja az ügyfelet. A harmadik dolog, hogy KHR-t mindenképp lekérnek ilyen előminősítés során. A KHR ugye ez a hitelnyilvántartás, tehát megmutatja, hogy, hogy esetleg van-e máshol hitelünk. Így van, vagy volt-e a múltban az ügyfélnek bármi olyan hitele, amivel esetleg megcsúszott, vagy esetleg nem tud róla, de adóstárs, kezes, stb. Stb. Azért vannak ilyen helyzetek is. Tehát ez az előbírálat, ez egy biztos pont az ügyfélnek, hogy a bank leigazolja hivatalosan, hogy milyen hitelösszegre jogosult. És akkor utolsó, nem utolsó sorban itt a kamatváltozások. Ugye most elég hektikusan emelik a bankok a kamatokat. Gyakorlatilag, ha én indítok most egy előbírálatot, az 3-4-6 hónap bankjától függ nyilván. Annyi ideig nekem ugye fixálja, és gyakorlatilag mai kondíciókon egy jövőbeni hitelügyletet tudok megvalósítani. Jó. És biztonsággal. Oké, ez pazarul hangzott, hogy ez elég sok gyakorlati információ van. Felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy ez az adás visszanézhető lesz, hogyha valahol esetleg megakadtok, meg tudjátok majd nézni, és felhívom a figyelmet arra, hogy megint megosztottam a linket a képernyőn, és hogyha erre a linkre kattintotok, akkor meg tudjátok nézni, hogy mi a realitás számotokra. Úgy kezdetnek. Utána majd megnézzük, hogy tudunk-e még jobbat annál a speciális kedvezményeken keresztül, és hogyha az adott linken leadjátok az érdeklődéseteket, akkor kedves kolléganőink, kollégáink hívni fognak 24 órán belül, és az abszolút személyre szóló tájékoztatást adnak. Oké, még mielőtt tovább rohanunk, még egy gyakorlati kérdés. Hajnalka kérdezi, hogy hány éves korig lehet lakáshitelt felvenni, de hadd fordítsuk át, hogy szerintem tegyük fel úgy ezt a kérdést, hogy a lakáshitel lejáratakor hány évesek lehetünk? És akkor ki szeretne erre válaszolni? Én szívesen. Én akkor kezd majd én is mondani. Gyakorlatilag a bankok többségénél a lejáratkori korhatár az 70 év, tehát olyan futamidőt tudunk választani, hogy az ügyfél lejáratkor nem töltheti be a 70. életévét. Vannak... Bocsánat, tehát akkor, hogyha 50 éves vagyok, akkor 20 évre kapok. Akkor 20 év, akkor már 25-öt nem, ne kérjek 25 évre hitel. Van olyan bank, ahol lehet 25 évre is, mert jó, van... Én rendszeresen edzek, tehát én bízom benne, hogy meg... Igen. Gyakorlatilag a 70 az átlag, 72 van bizonyos bankoknál, illetve 75 az a maximális. Tehát a bankoknál ebben is van eltérés, igen, hogy meddig terjedhet. És azért, bocsánat is egyébként, miért érdekes, hogy én 20 vagy 25 évre tudok hitelt felvenni? Nem mindegy, most főleg, hogy ilyen magasak a kamatok, nem jelenti, hogy mennyi a havi törlesztője az ügyfélnek. Tehát akkor magyarul, hogyha hosszabb időre tudom felvenni, van, akkor kevesebb, kisebb lesz a havi törlesztésem. Így van. Tehát, hogy oké. Van esetleg még ehhez? Nincsen? Akkor viszont azt mondom, hogy száguldjunk tovább, mert rengeteg átbeszélni valónk van még. Újra visszakicsinyítem magunkat, elfoglaljuk a jól megérdemelt jobb alsó sarkot, és száguldunk tovább. Oké. Következő, bocsánat, csak technikai. Meddig emelkedhetnek a lakáshitel kamatok, és hogyha lesz rá időnk egy csipetnyi kis forint árfolyam, csak a fűszer kedvéért, remélem, hogy nem fogjuk túlsózni. Hajrá, hadd szóljon! Oké, hát ez sajnos, bocsánat, mégiscsak a forint oldaláról kezdenénk. Kicsit, mert a forint árfolyam és a kamat azért nem teljesen független egymástól. Ugye azt látjátok, hogy ugye az elmúlt 5 évben és az idei évben hogyan alakult a magyar forint, a cseh korona és a lengyel zloty árfolyama az euróhoz viszonyítva. Icipici forintunk annyira leértékelődött, hogy a T betűt elvesztettük az ábráról, de bocsánat a rossz poénért, ez az én hibám, hogy lemaradt a T betű, de összességében azt tudjuk mondani, hogy mind az 5 éves időtávon, mind az idei évben rosszabbul teljesít a forint, mint a regionális devizák, és miért érdekes ez? Azért, mert hogyha nagyon rosszul teljesít egy deviz, akkor kamat emeléssel lehet megfogni ezt a nem túl fényes árfolyam trendet, de száguldjunk tovább, tehát van egy ilyen összefüggés, csak érdemes róla
róla tudni, és akkor azt nézzük meg, hogy, hogy egy icipicit, hogy hogy néznek ki a kamatszintek, és akkor itt az állampapír kamatokat mutatok, azért 10 éveset, mert a lakáshitelezésben ez is a 10 éves kamatszint a meghatározó, de leginkább összehasonlítható az az állampapír kamatszint, és ugye azt látjuk, hogy az euróorientált országokban, és ez a környező országokról beszélek, egy laza, könnyed 5%-kal alacsonyabb kamatszint van, mint Magyarországon. Mindenki képzelje el, hogy mi lenne, hogyha 5%-kal olcsóbban kapná a hitelt, mert ez ugye átszivárog minden, minden területére a gazdaságnak, azaz a lakáshitel területére is. Szlovákia, Szlovénia már bevezette az eurót, Bulgária konkrétan hozzá kötötte a levált az euróhoz, Horvátország pedig 2023. január 1-től fizet pengő-csengő euróban. Oké, na már most itt egy tudományosnak tűnő ábra, ami azt mutatja, hogy Amerikában és Európában is 2% kamatemelkedést várnak a befektetők a jövőben, azaz emelkedni fog az amerikai és az európai kamatszint is. Zárójelben meg kell jegyeznem a történelmi hűség kedvéért, hogy ebből a 2%-ból 0,75% már bekövetkezett Amerikában. De miért érdekes ez nekünk, hiszen mégiscsak a forint kamat érdekes számunkra? Azért, mert hogyha a nagy kamatszintek emelkednek, azaz az euró és a dollár kamatszintje emelkedik, akkor a forint minden egyéb feltétel változatlansága mellett az tolja alulról a forint kamatszintet. Tehát, hogyha a nemzetközi kamatszint emelkedik, az még egy addicionális injekció a forint kamatoknak arra, hogy ez emelkedjen. Oké, és akkor egy újabb becslés. Meddig emelkedhetnek a magyar kamatok? És itt van az infláció, és látjátok a lakásit. Tehát ugye tartunk jelenleg, ez konkrétan a májusi infláció 10,7%-nál, és ehhez tartozik 6,4%-9%-os lakáshitelkamat. Te jó ég! Ekkora eltérések vannak a bankok között? Így igaz. Ez nagyon sok pénzt jelent. Ez, igen. Most látom, itt volt is egy kérdés, igen, pont ezzel kapcsolatban, hogy meddig emelkednek a hitelek kamatai, várható meredek emelkedés? És nem befektetési céllal vásárolnánk. Hát igen. Nem azzal, akkor igen, érdemesen elépni, igen. Igen. Hát erről szólna ez az ábra, hogy de még egy picit maradjunk itt, tehát hogy ekkora differenciát látsz? Ez gyakorlatilag 2-3 millió forintot jelent különbséget a visszafizetendő összegben egy 20 milliós hitel tekintetében. Tehát 20 milliós hitelnél akár 3 millióval is többet fizethetek, hogyha nem jól választok. Így van. Azért megéri egy pár percet beletenni 3 millió forintért, nem gondolod? Így van, és ezt a kalkulátorunk meg is mutatja. Na, örülök. Akkor itt már, de menjünk tovább, mert ugye arról beszélünk, ugye 2022 második fél évében az infláció felemelkedhet 13-15% közé is, nyilván átmenetileg, tehát a csúcsát még nem tudjuk, hogy hol lesz. Na most akkor ehhez tartozhat egy 11-12%-os lakáshitelkamat. Az azért még egy masszív növekedés a jelenlegi szintről, és akkor itt érdemes visszagondolni, ha nekünk kell hitel a vásárlásunkhoz, akkor jobb előbb, mint később, mert ugye a magasabb kamatszint az sokkal nagyobb visszafizetést jelent. Annyit talán dióhéjban, hogyha egy 20 éves hitelről beszélünk, 1%-nyi kamatemelkedés, 9%-kal emeli meg a havi törlesztő részletet. Az egy masszív tétel. Ha kettőről, akkor az 18-19%. Nagyon még több. És itt bizony bőven benne van az, hogy akár egy 3%-kal is emelkedjenek még a lakáshitel kamatok. Ezért éri meg tájékozódni, cselekedni, olyan bankokat választani, ahol tudjuk rögzíteni az igénylés pillanatában a kamatszintet, és ennek megfelelően menedzselni az életünket. Na de nézzük meg a jó híreket is, ne ragadjunk le. 2023 közepére, ha és amennyiben beválnak a jelenlegi jóslatok, visszacsökkenhet az infláció, ilyen 7% körüli szintre, és ez visszahúzhatja a lakáshitel kamatokat is 6-8% közé. Mi lett itt nekem nagyon nagy kérdőjelet? Az, hogy az elmúlt másfél évben
se kép, se hang, mintha senki nem tudta volna eltalálni azt, hogy merre tart az infláció. Merre tart az infláció? Tudjuk, hogy fölfelé, de az Európai Központi Bank is azt mondta, hogy az átmeneti, ugyan már nem kell ezzel foglalkozni. Az Amerikai Jegybank is azt mondta, hogy nincs itt semmi látnivaló, menjünk szépen tovább. Utána pedig, hát hogy nem, másfél hete az Amerikai Jegybank 0,75-ös kamatemelést hajtott végre, amit több évtizede nem látott kamatemelési mértéket hoz. Tehát azt gondoltuk, hogy tudjuk, hogy merre alakul az infláció, utána pedig kiderült, hogy a jegybankok sem tudják, hogy hogyan alakul. Azaz, lefordítva, bizonytalanság van. Én bízom benne, hogy ez a forgatókönyv bekövetkezik, és valóban elkezd majd csökkenni, és a kamatszintek is lejjebb tudnak majd jönni. Oké. Tehát összességében ez a várakozásunk, pénzügyileg felhívnám a figyelmeteket egy icipici csemegére. Az, hogy a lakáshitelkamatok az infláció alatt vannak. Na most mit jelent ez? Hát jobban romlik a pénz, mint amennyivel nekem többet kell. Tehát hogyha romlik 10 egységet a pénzem, de nekem csak 8 egységgel kell többet visszafizetnem a banknak. Hát akkor ez azt jelenti, hogy ez azért egy nyerő pozíció. Ami viszont problémát jelent, az az, hogy ennek ellenére, hogy az inflációnál kedvezőbb a kamat, ezen nyerünk pénzügyi értelemben, magasabb kamatszintet kifizetni, mégis többe kerül. És akkor itt technikailag megkérném a Miklós kollégánkat, hogy egy icipicit finom hangoljunk a légkondin, hogyha tudsz. Köszönöm, mert itt túl magyaráztam magamat, és kezd meleg lenni. Oké, és nem tudom, nektek eszetekbe jut még erről valami? Hogyan szoktak erre reagálni egyébként, amikor tegnap, ma, holnap beszélgettek ügyfelekkel, hogyan fogadják ezeket a viszonyszámokat? Hát, ha megnézek a kamatokat, vagy a kamatszintemelkedést, akkor mindenki elgondolkodik rajta, hogy most, vagy jövőre egyrészt. És ezek a kamatok voltak már, emlékszel, 2008-ban is voltak 12%-os hitelkamatok. Igen, nagyon jó szempont, tehát, hogy... Csak mondjuk akkor nem ekkora infláció volt. Igen. Kisebb volt, de akkor is ugyanúgy vásároltak az emberek ingatlant. Aztán szépen igazából egy-két-három év alatt ugyanúgy, hogy te most prognosztizáltad, lefelé mentek a kamatok. Ja, nagyon örülök, hogy behoztad ezt a szempontot, hogy volt már ilyen kamatszint, és egyébként, hogyha ezt a mai 6,4 legjobbat, vagy akár 7%-ot, csak emlékeztetőül hagy hozzam vissza a nézőinknek, hogy mielőtt 2008-ban az előző lakáshitel álomvilág megbicsaklott, akkor 6,75-7%-on mentek a svájci frank alapon változó kamatozással. Ma ez a kamatszint fix és forint. Nincsen benne se kamatkockázat, se árfolyamkockázat. Viszont akkor Dóra, hadd kérdezzem meg, hogyha fennáll a hipotézisünk az, hogy a jövőben csökkenhetnek is a kamatok, bár nem tudjuk, hogy mikor, várjuk azt, hogy talán jövőre, de akkor mi történik, ha ma felveszek 7%-on egy 7%-os kamatozású hitelt, és jövőre lemennek a lakáshitelkamatok 6%-ra mondjuk, sokkal optimista lesz nagyon a helyzet, akkor mit lehet csinálni? Én meg ott ülök egy 7%-os lakáshitelkamatba, akkor most menjek el akupunktúrázni, szurkáljam magamat? Vagy mit tanácsolsz? Gyakorlatilag ezek a lakásvásárlási hitelek azért kiválthatóak egy kedvezőbb kamatszint elérésénél. Tehát gyakorlatilag a fogyasztóbarát hiteleknek ugye az a fő előnye, hogy az ügyfél bármikor visszafizetheti. Van egy fix végtörlesztési díja, de gyakorlatilag nem bünteti az ügyfelet azért, hogy ő idő előtt visszafizeti a tőke tartozását. Tehát gyakorlatilag, ha 2-3 év múlva egy kedvezőbb kamatszint, akár 4-5-6%-os kamatszint lesz a piacon, akkor az ügyfelek ezt megtehetik, hogy egy számukra kedvezőbb kamatú hitelhez jussanak, gyakorlatilag egy egyszerű hitel kiváltással. Csináltuk sokat, rengeteg ügyfél fixálta ugye annó a 3 havi, 6 havi buboros, vagy
változó kamatozású hitelét 5-10 éves fixált kamatra, gyakorlatilag ezeket ugyanúgy meg lehet tenni. Jó, tehát összességében azt mondod, hogyha ma felveszek egy hitelt, akkor az nincsen hozzám kötözve 20 éven keresztül, hanem hogyha van kedvezőbb alternatív, akkor ki lehet váltani, és akkor kevesebbet fogok fizetni. Így van, és ez azért fontos, hogy beszélgessünk az ügyfélem, mert gyakorlatilag ezt mindig megkérdezzük, hogy milyen időtávban gondolkodik, mennyi időre tervezi, lesznek előtörlesztései, és gyakorlatilag akkor eleve olyan konstrukciót nézünk, illetve olyat választunk, ami ezt a lehetőséget, a hitelkiváltás, illetve végtörlesztés lehetőségét engedi. Oké. Erika, bármit ehhez hozzátennél? Én is mindig át szoktam beszélni az ügyfelekkel, hogy nem kell egy banknál ragadni. Keresse a bankmonitort, és megnézzük, ha tényleg olyan kamatok lefelé mentek, akkor érdemes kiváltani, igenis, és gondolkodni rajta, hiszen ugye mondtad, hogy egy 1%-os kamat csökkentés, akkor ez azt jelenti, hogy 9%-os törlesztés csökkentés is okozhat az ügyfélnél. És van egy kedvező, sőt, nálunk ugye a bankmonitornál elérhetőek egyedi kedvezmények is előtt végtörlesztésnél, tehát akár 0% a végtörlesztési díj nálunk, hogyha rajtunk keresztül igényli az ügyfél a hitelt. Tehát ez azt jelenti, hogy jobb kondíciókat tudtok ajánlani, igen, mint hogyha csak úgy találomra besétálunk valahová. Igen, besétál a fiókban, nem kapja meg ezeket a kedvezményeket. Ja, ezt jó tudni. Oké, értem. Még annyi, hogy van egy érdekes kérdés itt, hogyha ha kiskorú nevén van az ingatlan, akkor milyen vissza nem fizetendő támogatást lehet felvenni a ház új felújítására? Ház felújítására. Erről ugye ez az otthon felújítási jogszabály az, ami ezt szabályozza. Gyakorlatilag pont azért hoztuk létre ezt a live-ot is, hogy ezeket a kérdéseket, ami konkrét szabályzathoz vagy jogszabályhoz kötött, hogy ezeket írjátok meg nekünk, és ugye 24 órán belül erre választ tudunk adni mindenkinek. Mármint az ilyen speciális kérdésekre. Így van, mert ugye az sem mindegy, hogy az ügyletnek az egyéb körülményei hogyan néznek ki. Igen. Tehát rendkívül sok specialitást kell, figyelembe vennünk. Egyébként, bocsánat, itt az otthonfelújítás kapcsán ugye az a támogatás, az nem a bankfiókon keresztül, tehát annak az igénylése a kormányablakban történik, tehát effektíve a támogatás igénylést azt nem mi csináljuk, csak ha kapcsolódik hozzá a banki hitelfelvétel. Banki hitelfelvételnél pedig nyilván az adós minősítés határozza meg, hogy az ügyfél mennyire hitelképes. Az, hogy kiskorú és tulajdonos az ingatlanban, az nem kizáró feltétel. Nem kizáró, viszont nehezíti nagyon a hitelfelvételt a kiskorú. Nehezíti, de ti meg tudjátok oldani. Meg lehet oldani. Na, akkor ismét van egy optimista a pontunk, és akkor hagyd menjek tovább. Szerintem én nagyjából azt gondolom, hogy nem feltétlenül én befejezném az ábrák mutogatását, és egy picit beszéljünk arról, hogy van itt nekünk egy olyan egzotikus termékünk, hogy babaváró hitel, és hagyd dobjam fel, hogy ezért ennek talán ugye ez egy 0%-os hitel, nyilván házasoknak, össze kell, hogy házasodva legyünk a párunkkal, és ez arról szól, hogy gyereket vállalunk. És hogyha mindez megvan, akkor mi 0%-on kapjuk meg ezt a hitelt. És kinek segít ez a babaváró? Ugye azt mondtátok, hogy 60%-ban az igénylőknek van valamilyen támogatása, vagy támogatott hitel. A babaváró az egyik legnépszerűbb. Ugye egyébként napjainkban ilyen 40-50 milliárdot folyosítanak belőle havonta, hogy hogyan segít ez a babaváró egyébként annak, aki pénzügyileg nem végtelen mennyiségű tartalékkal bír? Gyakorlatilag maga a termék, illetve a konstrukció ugye azért került kialakításra, hogy segítse a fiatal házasokat abban, hogy ingatlan tudjanak vásárolni, és gyakorlatilag az az önerő rész, amit esetleg éveken keresztül gyűjtögetne össze a fiatal házas pár, az egy ilyen állami segítséggel a rendelkezésünkre áll. Kvázi nem kell, hogy éveket várjon azzal, hogy ingatlant vásároljon, mert önerőként felhasználhatja a babaváró támogatást. Nyilván akkor, ha ők ténylegesen babát is szeretnének. Tehát attól az egy-két dologtól eltekintve, hogy mégiscsak befektetésként, vagy nem biztos, hogy lesz gyermek, arra nyilván nem ez a konstrukció a nyerő, de lakásvásárlásnál önerőnek a felhasználása, ez abszolút segítség, hogy megfelelő értékű ingatlan tudjanak nézni.
Oké, szuper. Ebbe a babáról eszedbe jut még valami, Erika, ami fontos lehet, és kimaradt? Hát ugye, hogy ez az 5 év, tehát hogy vállaljuk a babát, tehát ez azt jelenti, és hogy 5 éven belül megszülessen az a gyermek, akit vállaltak, mert ha nem, akkor az már nem lesz kamatmentes. Ez így van. Tehát ez fontos figyelni, hogy azért ez körül egy 5 éves időtávra szól. Viszont hagyd törjem meg ezt, egy újabb kérdés feltevéssel, hagyd törjem meg a jelenlegi beszélgetést arra, hogy, és egy pillanat, hogyan intézed a lakáshiteledet? Ugye egyes számú alternatíva, a saját bankommal közvetlenül besétálok, felhívom az ügyintézőt, ismerem már Marika nénit nagyon régóta, és megkérem, hogy adjon nekem egy ajánlatot. A kettes verzió, hogy összehasonlítás után elintézem magamnak ezt a hitelt. Ugye a hármas verzió, hogy kalkulálok, és igénybe veszek egy szakértői segítséget. Miklós kollégámat kérdezem, hogy rendben van-e? Igen, látjátok, igen, el is kezdtek érkezni a válaszok, és nagyon-nagyon várjuk, hogy mit gondoltok erről. Hát szerintem ne befolyásunk senkit, majd mindjárt megbeszéljük, hogy milyen differenciák lehetnek az egyes alternatívák között. Mindenki úgy cselekszik, ahogy számára jól esik. Egyébként csak a magyar lakosság pénzügyi aktivitásában talán az egyik legfájdalmasabb pont, hogy például amikor rengetegszer felhívtuk a figyelmet 2020-ban, 2021 elején, hogy most érdemes kiváltani a hiteleket, igen, mert ugye borzasztóan alacsonyan volt a kamatszint. Oké. És akkor nézzük meg szerintem, és egyébként ugye ez kevéssé következett be. Na nézzük meg, hogy hol is állunk. Én ezt megállítanám, 67%-otok igénybe venne szakértői segítséget, 28%, ha összehasonlítást tett, akkor mindent maga intéz, illetve 6% a saját bankkal közvetlenül elintézi. Oké, ezek voltak a vélemények, ezt most én itt megállítanám, és azt hadd kérdezzem meg, hogy egyébként nézzük már meg, hogy egy lakáshitel szakértőként 20 éves tapasztalatotok van. Mik azok az elsődleges dolgok? Sőt, szerintem ne az legyen, hogy felsorolunk, mi történik egy ügyféllel, hogyha ő hitelt szeretne, milyen folyamaton mentek keresztül addig, amíg megkapja a hitelt? Miben segítetek ti valójában? Mondod, hogy szeretnéd? Bármelyik lehet vinni. Gyakorlatilag ugye, amikor az ügyfél beregisztrál a honlapunkon, akkor ugye 24 órán belül felkeressük telefonon az ügyfelet. Az első telefonbeszélgetés alkalmával különböző részletek alapján megcsináljuk az előminősítését az ügyfélnek, illetve kiküldjük azt a személyre szóló ajánlatot neki, ami gyakorlatilag a mai napi, tehát az érvényes kamatok alapján, illetve a jogszabályi megfelelőségek, tehát fedezeti érték, jövedelem, stb. Vizsgálata után, amit számára nyújtani tudunk. És gyakorlatilag ez egy nem kis paksaméta, amit tőlünk kap, tehát minden egyes bank tájékoztatása ebben szerepel. Amikor ezt ő is átnézte és átolvassa, na utána jönnek a kérdések, és az apró betűs részek, hogy akkor 2 év múlva tudok-e előtörleszteni, mennyibe fog nekem kerülni, felvehetem-e olyan ingatlanra, ami nem lakó ingatlan, jár-e a támogatás egy külterületen lévő ingatlan vásárlására, tehát ott már részleteiben mind a jövedelemvizsgálat, mind pedig az ingatlannal kapcsolatos vizsgálat megtörténik, és gyakorlatilag mi nem mondjuk meg az ügyfélnek, vagy nem mondjuk meg nektek, hogy mit válasszatok, viszont minden információt a kezetekbe adunk ahhoz, hogy választani tudjatok, hiszen egyrészt a személyes tájékoztatás, másrészt pedig a kiküldött anyag alapján ezt egyértelműen el tudjuk dönteni, vagy el tudja az ügyfél, ti el tudjátok dönteni. Mit szólsz ehhez, Erika? Szerintem nézzünk meg egy olyan dimenziót, hogy
hogy fordítsuk át, mi, Erika, miben más az, hogyha hozzátok fordul valaki, mint hogyha bemegy a saját bankjába? Szerintem nagyon-nagyon sok olyan kérdés van, amit személyesen velem jobban meg tud beszélni egy ügyfél, mint ha bemegy, sorszámot húz egy fiókban, ott vár a sorára, egyrészt ebben, ami másrészt pedig az, hogy engem bármikor elérhet, tehát bármikor nyilvánvalóan van egy keret, ami között elérhet bennünket. Szakmailag, ráadásul abban, ami jó, hogy majd bemegy, kinek van ideje arra, hogy bemenjen ők 6-7 bankfiókba, és megnézze, hogy ott milyen ajánlatokat kap. Sokkal egyszerűbb akkor bennünket megkeresni, megnézzük, hogy akkor tényleg milyen lehetőségek vannak, és tényleg, hogyha vannak specifikumok, tehát egyedi dolgok, akkor ezeket is meg tudjuk oldani az ügyfélnek. És azt szerintem, hogy tényleg, hogy elérhetőek vagyunk, és amikor ők mondjuk épp adásvétel közben van, és én fel tudom venni a telefont, és az egy segítség, és nem úgy van, hogy nem veszi fel mondjuk egy bankfiókból az ügyintéző telefont, én tudom, hogy neki fontos, megbeszéltük, akkor én elérhető vagyok végig. És tényleg nagyon sok egyedi kedvezményt tudunk nekik adni, akár ugye az elő a végtőlesztésekről, amit mondtunk, egyedi kamatokat tudunk, meg tudjuk egyediztetni olyan jövedelmeket is, amit lehet, hogy máskor nem is foglalkoznának bele bizonyos bankfiókokban. Tehát ezek azok, amikkel sokkal többet tudunk, mint hogyha valaki besétálna egy bankfiókban. Hát nem beszélve róla, hogy időt, energiát takarítunk meg, tehát gyakorlatilag a tájékoztatástól kezdve egészen a hitel folyósításig kezeljük az ügyletet, és gondolok itt a banki hiánypótlásokra, akár egy földhivatali ügyintézésre, vagy az ügyvéddel történő kapcsolattartásra, tehát ezek mind-mind komplexen benne vannak a mi feladatunkban. Tehát most már egy adásvételt is átnézünk, nem vagyunk jogászok nyilvánvalóan, de tudjuk, hogy mik azok, amiket néznek a bankok, ami fontos lehet. Tehát ugye ez is nagyon sok banknál erre nincs kapacitás, hogy ott átnézegessék őket például. Oké, tehát akkor van egy komplex kiszolgálásotok, összehasonlítjátok az egész bankpiacot, azt is tudjátok, hogy a katás jövedelmet hol, milyen feltételekkel fog, ha valakinek csak osztaléka van, azzal mit lehet csinálni. Mi van egy határozott munkaviszonya? Határozott munkaviszonya, a külföldi jövedelemmel. Tehát azért rendkívül barokossá tud válni ugye ez a helyzet, mit kell elintézni az ingatlannal kapcsolatban, hogy azon tulajdoni lapon ott a szélén van valami kis feljegyzés, hát az nagyon sokat megakaszthat, hogyha jól emlékszem. Tehát nagyjából én azt gondolom, ez csak mivel ilyen szűk körben vagyunk, hogy mondjam el nektek, hogy a mellettem ülő két kolléganő fejenként évente annyi lakáshitellel foglalkozik, mint egy közepes város két-három bankfiókja együtt. Úgyhogy azt gondolom, hogy a tapasztalat megvan, és hát nem véletlenül ülnek itt mellettem, úgyhogy forduljatok bizalommal hozzánk, keressetek minket. Nem tudom, kimaradt valami esetleg? És döntsenek okosan, és tényleg keresenek bennünket, igen. Így van. És akkor hagyj adjunk a végére egy kis összefoglalót, tehát, hogy egyrészt ugye akkor még egyszer azt várjuk a lakáspiactól, hogy egy stagnáló minimális növekedés következik, ami már elmarad az inflációtól, tehát így árazódik át az ingatlanpiac. Nem összezuhan, hanem infláció alatt nő érdemben. Ez lesz az elsődleges változás. Viszont a kamatszint továbbra is növekszik, tehát akinek hitelt kell igénybe vennie, az minél többet vár, annál magasabb lesz a kamatszint. Tudjuk kezelni azt is, hogyha később alacsonyabb lesz a kamatszint, mert akkor ki lehet váltani. A két év múlva lényegesen alacsonyabb, akkor ki lehet váltani a ma felvett hiteleket. Tehát mindezt meg lehet tenni. És összességében még egy indiszkrét információt hagy áruljak el, mivel ilyen szűk körben vagyunk, hogy a kollégáinknak az ügyfél rétingje, az ügyfél minősítése 95% fölött van, amire én nagyon büszke vagyok helyettük is, egyébként is büszke vagyok rájuk, de emiatt még különösen büszke vagyok rájuk, úgyhogy használjátok a bankmonitort, kalkuláljatok velünk, de sokkal többek vagyunk, mint egy kalkulátor. Nem véletlen vagyunk ma Magyarországon az első számú lakossági hitelezési szereplő a piacon, mindegy, hogy online vagy offline, de veletek vagyunk, és segítünk, konkrét megoldásokat szállítunk, úgyhogy kalkuláljatok. Még egyszer annyit teszek, hogy itt megmutatom nektek
azt a linket, amin érdemes kalkulálnotok, és felveszünk veletek a kapcsolatot, támogatások, jogosult vagyok csokra, babaváróra. Hogyan tudjuk ezt összekombinálni? Ugyebár egyetlen egy támogatási elemnek a beemelése több millió forintot tud megtakarítani számotokra, arról nem is beszélek, mondjuk egy nem finanszírozási elemről, arról nem beszéltünk, hogy illetékmentesség. Mikor lesz egy ingatlan vásárlás illetékmentes? Ez több millió forintot jelenthet, ugye a vásárlási érték 4%-át kell jellemzően befizetni illetékként. Mikor lesz ez illetékmentes? Kolléganők, kollégák ezzel is foglalkoznak. Mi azért vagyunk, hogy a legjobb pénzügyi konstrukciót tudjuk nektek kínálni, ezért dolgozunk immár közel 10 éve. Hát én nagyon megköszönném a kolléganőknek, nektek, hogy itt voltatok velem, remélem, hogy nagyon sok hasznos információt adtunk át nektek, nem tudom, valamit kihagytunk-e. Szerintem rendben volt. Akkor, van kérdés, azt pedig várjuk. Ha van kérdés, akkor egyébként utólag is fel tudjátok tenni itt a videó alatt, amit meg tudtok nézni esetleg még egyszer. Azért vagyunk, hogy segítsünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és most jön a legnehezebb pillanat, megszakad a szívem, de le kell állítanom ezt a kellemes kis beszélgetést, és nagyon örülök, hogy ilyen jó hangulatban itt voltatok velünk. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hello, sziasztok!